Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Sorozatunk mostani részének ezt a címet adhatjuk, az ember és az erkölcsi törvény. Aki végigkövette az eddigi szakaszokat, bizonyára megfigyelhette, hogy több részben foglalkoztunk azzal, hogy egyáltalán mi a jó, a Biblia szerint mi a jó az embernek, mi az egyetemes erkölcsi törvény. Azután három alkalommal azt boncolgattuk, hogy az írás szerint kicsoda az ember. És most, miután láttuk az embert eredeti teremtésbeli állapotában is, megromlott állapotában is, megpróbáljuk a kettő egymáshoz való viszonyát átgondolni, hogyan tud az ember viszonyulni az erkölcsi törvényhez. Milyen lehetséges módozatai vagy kategóriái vannak ennek, ahogyan az ember az erkölcsi törvényhez viszonyulni tud. A Szentírás nagyon megkönnyíti ennek a rendszerbe foglalását, mert Pál apostol a Korintusi első levél 9. fejezetében egészen szabályos kategóriákat állít föl, és nagyon pontos kifejezéseket használ, és idézném is ezt a szakaszt a Korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetéből, a 19-től a 22. verset olvasom. Ezt írja a Pál apostol önmagáról. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Eddig olvastam ezt az ige szakaszt, és észrevehettük, hogy az apostol beszél ebben a szakaszban először törvény alatt valókról, akiket félreérthetett elől a zsidósággal, akikhez ő is tartozott eredetileg, velük azonosít. Azután beszél törvény nélküliekről, akiket a pogányokkal azonosít, mint hogy magát a pogányok apostolának is nevezte. Ő magát azonban egyik csoportba sem sorolja, hanem azt mondja, hogy ő a Krisztus törvényében való. Tehát próbáljuk először ezt a három fogalmat megvizsgálni. A törvény nélkülivel kezdeném, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a leghatalmasabb embercsoport. A mai nap is ez így érvényes, és minden korban, minden bizonnyal így volt. Miért mondhatjuk azt, hogy az emberiség nagy többsége törvény nélkül való? Mert először is mit értünk törvényen? Hogy a törvényen nem csak az erkölcsi törvény rövid foglalatát, a 10 parancsolatot értjük, hanem értjük az egész írott kinyilatkoztatást, amely értelmezi ezt a törvényt, amely az egész arra irányul, hogy ezzel az egyetemes erkölcsi törvénnyel, a szeretet a másokért élés nagy törvényével, az isteni megváltás által összhangba hozza az embert. Tehát amikor azt mondjuk, hogy törvény nélküli emberek, azt jelenti, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerik, ennél fogva nem ismerik igazán, nem is értik, hogy az Isten egyetemes erkölcsi törvénye miben áll. A Pál apostol még egyszerűen körülhatárolhatta ezt a csoportot, azt mondta, hogy hát ezek a pogányok, és ugye ehhez képest megkülönböztette a zsidókat, mint törvény alatt valókat. Mi azt ma nem tudunk azt mondani, hogy például behelyettesítve a zsidókat, mondjuk, hogy a keresztények, vagy a keresztények és a zsidók lennének a törvény alattiak és a törvény nélküliek, a más vallásúak, vagy a vallástalanok, ilyet nem mondhatunk, mert azt kell mondanunk, hogy a keresztény országokban is, a keresztény tömegek között is rengeteg embert találunk, aki valóságban törvény nélküli. Ugye nagyon találóan mondta Pascal, hogy mióta a kereszténységben a gyermekkeresztség lett általános, és elmaradt a tanítás, ami eredetileg Krisztus misszió parancsában úgy hangzott, hogy tegyetek tanítványá minden népet, és úgy kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindezt megtartsák, amit én parancsoltam néktek.
mióta ez a tanítás nem érvényesül, és csak a keresztség tűnik fontosnak, így fogalmazott Pascal, sok keresztény a vallása felől való teljes tudatlanságban vénül meg. Tehát a vallástalanok, a tudatos ateisták mind ide tartoznak, és hangsúlyosan mondom, hogy ide tartoznak a felszínesen, nagyon felszínesen keresztény tömegek is. A körülbelül az a csoport, amelyik azt mondja, hogy hiszek Istenben, megtart néhány vallásos hagyományt, valamire emlékszik talán gyerekkorából, a hitoktatásból, hogy az írott kinyilatkoztatás mit tanít, de ténylegesen nem érti, nem ismeri, hogy mit jelent ez, hogy Isten törvénye, valójában törvény nélküli. Pál apostol a római levél 7. fejezetének a 9. versében nagyon érdekesen használja a törvény nélküli kifejezést, ugyanis ezzel szemben a római levél 2. fejezetének a 14. 15. versében egyértelműen a pogányokra érti, amikor azt mondja, hogy a pogányok, akiknek írott kinyilatkoztatásuk nincs, törvényük nincs. Viszont itt a római levél 7. fejezetének a 9. versében azt írja, hogy ő élt régen a törvény nélkül. Tehát saját magáról is úgy beszél, hogy ő nem volt mindig a Krisztus törvényében való, hanem élt valamikor a törvény nélkül. Szeretném idézni Calvin nagyon találó magyarázatát, amit a római levél 7. fejezetének a 9. verséhez fűz. Ezt írja. Pál arra akar utalni, hogy volt idő, amikor ránézve vagy őnála halott volt a bűn. Azonban ezt ne úgy értsük, hogy valamikor a törvényen kívül volt. Kérdés, melyik volt az az idő, amikor a törvény nem ismerése, vagy amint ő mondja, a törvény távolléte folytán elbizakodottan életet tulajdonított magának. Az biztos, hogy gyerekkorától fogva a törvény tudományában nevelkedett, az azonban a betű teológiája volt, amely nem alázza meg a maga tanítványait. Távollevőnek mondja tehát a törvényt, mert bár szemei előtt lebegett, mégsem illette meg őt az Úr ítéletének komoly megérzésével. Tehát arra utal itt Calvin, hogy ugye Pál apostol legszigorúbb farizeusi nevelésben részesült, a zsidók legszigorúbb vallási felekezete a farizeusok szerinti nevelésben, és ő mindig tudott a törvényről, mint elméletről, de az csak betű volt, és igazából nem ismerte, hogy mi is az egyetemes erkölcsi törvény. Tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan tekint Isten a törvény nélküli tömegekre, a nagyon-nagyon felszínesen, érintőlegesen vallásos keresztényekre, az ateistákra, a vallástalanokra. A római levél 10. fejezetében van egy nagyon szép gondolatvezetése Pál apostolnak, amikor kimondja a nagy tételt, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. De utána rögtön így folytatja, de hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Aztán jön a következő kérdés, de hogy higgyenek benne, ha nem hallottak felőle? És még egy kérdés, hogyan hallanának prédikáló nélkül? Engem mindig úgy megérint az apostolnak ez a kis eszmefuttatása, mert mindig az jut eszembe, hogy milyen ellentétben áll ezzel a mai harcias kereszténységnek a vallástalanokat, ateistákat kárhoztató sok-sok kirohanása, hiszen Isten a törvény nélküliekre részvétel és együttérzéssel tekint, és azt is láthatjuk az idézett gondolatmenetben, hogy végül éppen a keresztényekhez asztalára teszi vissza, a tudatos keresztények asztalára a törvény nélkülieknek a tragédiáját, hogy ők nem tudják Isten segítségül hívni, mert hiszen nem is hisznek benne, mert hiszen nem is hallottak felőle, mikor azt mondja, hogy hogyan hallottak volna prédikáló nélkül. Tehát azt mondja, hogy nehogy kárhoztassa a kereszténység a törvény nélkülieket, hiszen éppen az ő vétke és felelőssége, hogy nem hallottak igazán a törvényről, és hozzátehetnénk, és nem látták azt igazán megtestesítve a keresztények életében. Van egy nagyon tömör kijelentése Pál apostolnak, amit az aténi Areopáguszon mondott el az aténi görögöknek, ahol ezt mondta, Isten a tudatlanság idejét elnézi. Hatalmas mondat, és valahogy a mi erkölcsi érzékünk megelégedetten veszi tudomásul, hogy Isten igazságos, a tudatlanság idejét elnézi.
nem kéri számon az embertől azt, amiről nem hallott, amit nem értett meg. Nézzük a második csoportot. Pál apostol beszél törvény alattiakról, és ezt a korabeli zsidósággal azonosítja. Mit értsünk ezen? A törvény alatti ember már tud a törvényről. És mondhatjuk, hogy ma már nem egyszerűen a zsidósággal kell azonosítanunk, mondjuk egy ortodox zsidósággal, vallásos, elkötelezett vallásos zsidósággal, hanem sok-sok elkötelezett vallásos keresztény is ebbe a kategóriába sorolható. Mert mi a lényeg ennek az állapotnak? Ismeri a törvény betűjét, el is ismeri az érvényét, fél az ítélettől, szeretne üdvözülni, és megpróbálja maga erejével elérni a törvénnyel való összhangot. Ez az emberi erőre, emberi megértésre és emberi igyekezetre épülő vallásosság, és ez nem csak a Jézus korabeli zsidóságot, vagy a mai vallásos zsidóságot jellemzi, de jellemzi a mai vallásos, elkötelezett vallásos keresztények nagy részét is. Nagyon jellemző ez a fogalmazás, hogy a törvény alatt van. Ez azt jelenti, hogy nyomja, mint egy súly, és jelenti azt, hogy nem tud vele egy szintre kerülni, vagy nem tud vele összhangba kerülni. De talán az elméleti megközelítésnél is többet mond, ha bibliai példákat idézünk. Ugye Jézus beszélt egy farizeusról az egyik példabeszédében, aki felment a templomba imádkozni, és úgy kezdte az imáját, hogy hálát adok néked, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Én nem teszem ezt és azt, és tizedet adok mindenből, amin van, és böjtölök kétszer egy héten. És oda pillantott a mellette lévő vámszedőre, és azt mondta, nem vagyok olyan, mint más emberek, mint íme a vámszedő is. Döbbenetes ebben az ábrázolásban, hogy látjuk, hogy ez a törvény alatti ember, ez a farizeus, csupa külsőségekben látja a törvénynek a megtartását. Szó nincs a szeretetről, mint a törvény lényegéről, az igazi másokért élésről, a másoknak való szolgálatról. És ugyanakkor nem veszi észre, hogy abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek, mint íme vámszedő is, ebben a pillanatban, hogy megvetéssel tekint a mellette lévő bűnösre, már telibe találta is, és durván áthágta a szeretet törvényét. Vagy egy másik példa, amikor Jézus elmondta a tékozló fiú példázatát, és a végén szó van ugye arról, hogy az atya szeretettel fogadja a tékozló fiút, tényleg túláradó, őszinte, szeretettel, és hazaérkezik a báty, és be se akar menni zúgolódásában, hogy apja a tékozló fiúnak ekkora vendégséget szervezett, és így fogadja. És amikor az apja kimegy kérlelni, akkor azt mondja, én soha nem hágtam át egy parancsolatodat se. És amikor megjött ez a te fiad, aki paráznákkal emésztette el a te vagyonodat, akkor te ünnepséget rendezel. És látjuk, ez a fiú is, miközben állítja, hogy ő sose hágta át Isten egy parancsolatát sem, abban a pillanatban, mikor még csak testvérének se képes nevezni a hazatért tékozló fiút, hanem csak ez a te fiad, és irigy, és féltékeny, és megítéli, és megvetéssel szól a másikról, pontosan a szeretet törvényét hágja át, itt is a közepébe hasítva ennek a törvénynek szinte. És egy harmadik példa, mikor a Jézus az úgynevezett gazdag ifjút hívja a tanítványai közé, ő is, amikor Jézus azt mondja, hogy rámutat arra, hogy az örök élet útja a tíz parancsolat megtartása, bátran kijelenti, hogy ő ezt mind megtartotta ifjúságától fogva, de kiderül, hogy a vagyonához és a rangjához oly mértékben kötődik, hogy még ha látja is, hogy mekkorát veszít, hogy nem fogadja el Jézus elhívását, képtelen lemondani róla, függőségben van tőle, az önzés függőségében, nem tudja az életét oda áldozni az evangélium hirdetés önzetlen szolgálatára. Tehát ezek a törvény alatti állapotban lévő emberek ténylegesen úgy viszonyulnak a törvényhez, mint egy igához, egy járomhoz, küzdenek vele, próbálják elfogadni, de nyögnek alatta. Ez egy vallásos képmutatássá torzuló törvény megtartás, egy öröm nélküli, egy békesség nélküli vallásosság.
Lehet ugyan ideig, óráig pozitív is ez a törvény alatti állapot, hogyha az embert arra vezeti rá, hogy egy totális kudarc, amikor saját erejéből akar az erkölcsi törvénynek megfelelni, és ilyenkor Krisztushoz vezető tanítómester lesz, ahogy Pál mondja a Galácia beliekhez írt levélben. Ugye ezt élte át például Luther is, amíg eljutott a hitáltali megigazolás evangéliuma felfedezéséhez. De a legtöbbször sajnos a törvény alatti állapot, ahogy az előző példákon is láttuk, beletorkolik egy önelégültségbe, az önigazolás állapotába, és ilyenkor szinte reménytelenebb, vagy nehezebben megvilágosodó állapot, mint akár a törvény nélkülieké. Még idéznék egy igét az Új Szövetségből, Jelenések könyve 3. fejezetéből, a 15.-16. verset, ahol Jézus úgy jellemez keresztényeket, most már itt egyértelműen keresztényeket, hogy azt mondják, hogy gazdagok, meggazdagodtak, semmire nincs szükségük, miközben nem tudja, hogy szánandó, szegény, vak és mezítelen. Ugye itt Jézus drámaian mutat rá, hogy mekkora lehet az ember önmagára vonatkozó vaksága az önelégültségben, az önigazolásban, miközben a törvény alatt van, és értelme, szíve, lelke egyáltalán nincs összhangban a törvénnyel, és a természetesen a cselekedetei sem. És lépjünk is tovább akkor a harmadik csoporthoz. Pál apostol önmagát Krisztus törvényében valónak nevezi. Külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy ott van elő ez a kis szócska, hogy Krisztus törvényében való. Ugye, ha összehasonlítjuk az előbbi két kategória elnevezésével, hogy törvény nélküli, törvény alatti, nagyon természetesnek vennénk, hogyha a harmadik röviden így hangzanék, hogy törvényben lévő. De az apostol nagyon tudatosan teszi elé azt, hogy Krisztus törvényében való. Ugyanis ez azt érzékelteti, hogy itt valami küszöb van közben, és ez mert a törvény nélküli és a törvény alatti állapotból átjutni, abba az állapotba, ahol az ember egy szinten van a törvénnyel, a törvényben van, nem nélküle és nem alatta, csak Krisztus által lehet. Ez már csak az isteni kegyelem munkája, csak a Krisztus megváltása által lehetséges. Ugye ezt Jézus ilyen kategorikusan kijelentette, amikor a földön járt, megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet. Ugye ezt a kérdést gyakorlatilag azonos azzal, hogy az élet és a boldogság törvényével kijuthat összhangba. Jézus válasza erre az volt, embereknél ez lehetetlen. De Istennél, vagy így is fordíthatjuk, még inkább Istennel együtt minden lehetséges. Tehát ez az oka annak, hogy mint a Krisztus törvényében lévő állapotról szól erről Pál apostol. Ő maga is csak Krisztus megismerése által, és Krisztus személyes megváltóként való elfogadása által tudott ide jutni az előző törvény nélküli, majd törvény alatti állapotából. Ugye ez az is érdekes, és itt megemlíthetjük, hogy igazából a törvény alatti állapot egy bizonyos szempontból törvény nélkülinek is tekinthető, mert ahogy az előbbi példákból láttuk, itt se érti az ember a törvény lényegét, az elméje se tudja felfogni. Csak bizonyos szintig tud ismeretet szerezni a törvényről, és próbál vele győzködni magával, hogy vele összhangba kerüljön. De térjünk vissza oda, hogy a Krisztus törvényében való állapotot hogy lehet közelebbről jellemezni. Itt már az ember elméje, szíve, lelke egyetért a törvénnyel, és érti annak a belső lényegét, sőt, gyönyörködik benne. Hogy mennyire nem csak az Új Szövetségben lehet az ember törvényben lévő állapotban, és hogy a megváltó kegyelem, Krisztus kegyelme működött az Ószövetségi időkben is, azok, akik előképek által és a Szentlélek által megragadták a kegyelmi hit szövetséget, annak bizonysága a 119. Zsoltár. Ugye, amely mondhatjuk nyugodtan, hogy a Krisztus törvényében lévő ember dicsérete a törvényről, elmélkedése a törvényről, és az ember meglepődik, hogy ez a leghosszabb Zsoltár egy percig sem unalmas. Annyi csodálatos dolgot tud mondni a törvényről, mint aki mindig újabbat, szebbet, tökéletesebbet fedez fel, és mindig hálásabb azért, hogy ez a törvény az élete vezére lehet.
visszatérő kifejezés a Zsoltárban, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében. Ugyanezt a kifejezést használja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, amikor azt mondja, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. És itt nem csak gyönyörködik az ember az elméje szintjén, hanem éppen ezért a Krisztus törvényében való állapot, mert csak Krisztus által tudja fölfogni, megérteni az ember a törvény igazi lényegét, és csak általa tudja cselekedni is. Tehát a törvényben lévő állapotban cselekszi is az ember ezt a törvény, de kizárólag a Krisztus ereje által. A Római Levél 7. fejezetében épp azt mutatja meg Pál apostol a 7. fejezet 2. részében, hogy ha Krisztus által megértette is a törvényt, és gyönyörködik is benne, ha csak egy pillanatra is elveszíti az Isten kegyelmét, és magára marad, és maga próbál engedelmeskedni a törvénynek, akkor a bűntörvénye még mindig legyőzi az elméje törvényét, és a tagjaiban lévő bűntörvénye még mindig a bűn szolgájává teszi őt. Tehát a törvény cselekvéséhez is, a megismeréséhez, megértéséhez is, és a cselekvéséhez is egyedül Krisztus adhat erőt. Szeretnék idézni egy igét, a 40. Zsoltár 9. versét, amely úgy gondolom talán a legszebb, legjobb jellemzése a törvényben lévő állapotnak. Ez egy messiási Zsoltár részlet eredetileg, a messiás szól így. Tehát itt láthatjuk, hogy az emberfia Krisztus hogy viszonyult a nagy egyetemes erkölcsi törvényhez, mint emberfia, aki a mintája minden igaz embernek, és hogy amikor valaki igazán az ő tanítványává lesz, és az ő erejét igénybe veszi, akkor az ember is hasonló viszonyba kerül a törvénnyel. Így olvasom. Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Tehát itt látjuk, hogy az ember önző lénye már nincs ellenségeskedésben a törvénnyel. Azt mondja, hogy azt kedvelem, hogy teljesítsem a te akaratodat, és a törvény nem kőtáblákon van, nem egy külső követelő akarat az ember számára, hanem a te törvényed keblem közepette van, vagyis a szívemben van. Ugye így is mondja az új szövetséget meghatározó ige, hogy akkor van az ember igazi szövetségi viszonyban, a kegyelmi hitszövetség állapotában Istennel, mikor Isten már az elméjébe és a szívébe tudja írni az ő törvényét. A Krisztus törvényében való állapotot jellemzi Jézus Máté evangélium a 11. fejezet 30. versében, amikor egy nagyon kifejező szójátékkal azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Tehát amikor az Isten törvényét, mint Krisztus törvényét, az ő mintája, az emberfia Krisztus példája szerint érti meg az ember, és ő írja az elméjébe és a szívébe, akkor ez nem iga többet, vagy pedig idézőjelbe olyan iga, amely most immár gyönyörűséges és könnyű. A János apostol írja első levelében, hogy az Isten parancsolatai nem nehezek. Tehát mindenképpen látjuk, hogy ez a kívánatos, ez az ideális állapot, ez az élet és ez a boldogság útja. És végül szólnunk kell még egy viszonyulásról, lehetséges viszonyulásról Isten törvényéhez, amelyet az előbbi felsorolásban Pál apostol nem említ, de ugyancsak ő határoz meg nagyon pontosan, különösképpen a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 2. fejezetében. Görögül ennek az állapotnak is neve anomosz, de Károlyi Gáspár a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 2. fejezeténél nagyon jó érzékkel fordította inkább törvénytaposásnak, ezt törvénytaposó állapotnak, mert itt nem a törvény nélkül van az ember, ugyanis az alfosztó képző a görögben, ugye nomosz az törvény, anómia, az törvénytelenség lenne, de nem csak azt jelenti, hogy nélkül, hanem azt is jelenti, hogy megszegés, áthágás, ellenségeskedés a törvénnyel. És idézem a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 2. fejezetéből, hogy milyen állapot ez. Így olvasom a 12. verset. Talán még egy kicsit előbbről, a 10. verstől. Pál apostol azokról beszél, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a tévejgés erejét. Helyesebb lenne így fordítani,
kiszolgáltatja őket a tévejgés erejének, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az apostol itt arra mutat rá, hogy a törvénnyel végzetesen ellenségeskedő, a törvény ellen megkeményedetten lázadó, törvénytaposó állapotba akkor jut el az ember, ha nem fogadta be az igazság szeretetét az üdvösségére. És végül eljut oda, hogy gyönyörködik az igazságtalanságban. Úgy gondolom, hogy a Biblia egyik legmegrázóbb kifejezése ez, hogy az ember oda süllyedhet, hogy az igazságtalanságban gyönyörködik. De ebbe az állapotba senki nem születik, nincsenek ilyen emberek, akik úgymond nem tudnak hinni, nem tudják a törvény szépségét felfedezni, hanem ebbe az állapotba csak akkor süllyed az ember, ha visszautasította az igazság szeretetét, ha ezt nem fogadta be. Tulajdonképpen ez azonos az úgynevezett Szentlélek elleni bűn állapotával. Azok az emberek jutnak ebbe az állapotba, akik a Szentlélek munkálkodását a lelkiismeretükben, akár közvetlenül az írott igén, a kereszténységen keresztül, akár anélkül próbálhatni rájuk, csak pusztán a lelkiismereten át, visszautasították mind a Szentléleknek az igazságról meggyőző befolyását, mint pedig a bűnbánatra késztető, a bűnnel szembefordító, a bűnnel ellenségeskedés szerző munkáját. Megrázó az a tény, hogy Jézus, amikor megkeményedett, vallásos vita partnereivel beszélgetett, akik között pedig vallási vezető, papi fejedelmek voltak, akkor elszomorodva azt mondta, hogy ti miért nem hallgathatjátok az én szómat, miért nem tudjátok elszenvedni sem, amit mondok. És úgy mondta, hogy azért, mert ti már az ördög atyától valók vagytok, mert az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Tehát ez az, amikor már az ember teljesen elveszti az Istennel való mindennemű lelki rokonságát, és igazából, mintha csak az ördög atyától való lenne, mintha az ő szüleménye lenne teljesen, és már akarja, azonosulva akarja az ő kívánságait cselekedni. Még két igét idéznék, hogy ezt egész jól szemléltessük, ezt az állapotot, amely ismétlem, hogy szeretnénk elhinni, hogy ilyen nincs, hogy nincsen ember menthetetlenül bűnben megkeményedett állapotban. De sajnos nem csak az írás, de a gyakorlati tapasztalat is figyelmeztet arra, hogy igen, az ember eljuthat oda arra a szintre, amit Jézus sátáról mondott az előbb idézett igénél, János 8:44-ben, hogy nincs ő benne igazság. Példabeszédek könyvéből idézem az első fejezet 24. és 25. versét. Tehát Példabeszédek könyve első fejezetéből a 24. és a 25. verset idézem. Isten itt emberekről beszél, és ezt mondja róluk. Mivel, hogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztettem az én kezemet, és senki eszében nem vette. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Így olvasom még a 29. verset. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. És a 30. vers, nem engedtek az én tanácsomnak, és megvetették minden én feddésemet. Így láthatjuk azt a lelki történetet, amely a törvénytaposó állapotig vezet. Isten hív, de az ember vonakodik, kiterjeszti kezét, az ember eszébe nem veszi. Elhagytátok minden én tanácsomat, feddésemmel nem gondoltatok. Gyűlölték végül a bölcsességet, megvetették Isten minden feddését. Ez a lélekrajza ennek az állapotnak. És végül még egy nagyon rövid, talán ezt az állapotot a legrövidebben és a legpontosabban idéző igét idézem, a Római Levél első fejezet 32. versét, ahol Pál apostol ezt írja, emberek, akik nem csak teszik a rosszat, de az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Tehát nem tévedésből, gyengeségből, nem a kísértésben való megingástból vétkeznek, hanem egyet is értenek a rosszal, belsőleg is azonosulnak vele. Ennek az áttekintésnek a végén minnyájan megvizsgálhatjuk, hogy melyik
csoportba sorolnánk saját magunkat, és vajon hol tartunk azon az úton, amely pedig az élet és a boldogság felé kellene, hogy vezessen bennünket. A továbbiakban majd itt folytatjuk a gondolatmenetünket, hogy hogyan juthat el az ember a Krisztus törvényében lévő állapotban, mely még egyszer hangsúlyozom, egyedül mind a földi boldogság, mind pedig az örök élet útja az ember számára.